Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Oroszlán Július. Kezdődnek a születésnapok, hiszen július 22-én a napocska már belép az oroszlánba. Boldogságos születésnapot kívánok az oroszlánoknak. Legyen az a születésnap csodálatos, fantasztikus, ragyogó. De hogyan is kezdődik a július? A Neptunusz rögtön retrográd, és december 7-ig retrográd lesz. A Neptunusz most a halacskákban van, a Szaturnusz is a halacskákban van, a Szaturnusz is most retrográd. Amikor retrográd egy bolygó, akkor bizony-bizony, hogy adhat nekünk egy új esélyt, egy második esélyt. Lehet, hogy már volt valamilyen lehetőségünk, de elszalasztottuk. Nos! Most a Neptunusztól és a Szaturnusztól is megkaphatjuk ezt az esélyt. Mit is jelent konkrétabban egy picikét az oroszlánnak a Neptunusz a halakban, meg a Szaturnusz? Hát a 8-as ház érintett, ez viszont a nagy pénz. Az élet és a halál háza, a nagy pénz bizony. Tehát ezen a területen lehet valamilyen változás, valamilyen lehetőség. Lehet, hogy nem kaptuk meg az örökségünket, most megkapjuk például. Vagy nem kaptunk banki hitelt, most megkapjuk. Ez is lehetséges. Na de nézzük a kártyákat. Olyan is lehet, hogy most júliusban valamit elkezdünk ezen a területen, 8-as ház, nagy pénz például, a nagy pénz ide tartozik, és ez tartani fog december 7-ig, ez a folyamat, mire elintézzük ezt a dolgot. Lehet ez örökség például. Vagy például felveszünk hitelt, akkor lehet, hogy decemberig fogjuk ezt fizetni. Vagy valami itt elindul, elkezdünk valamit, és december 7-e után csak megkapjuk az eredményt. Tehát ez is lehet, hát sok minden lehet itt. Na de nézzük, július eleje, a zöld boszorkányok mit mondanak nekünk. Július 2-a, 3-a, picikét nehézkes napok, ott a Plutó és a Merkur miatt, 12-13 is a Vénusz és a Plutó miatt egymással szemben lesznek, farkas szemet fognak nézni. Tehát a pénzes dolgokkal érdemes ilyenkor vigyázni, sőt, hát a Vénusz, a Vénusz maga a szerelem is, nem csak a pénz, és a Plutó viszont most a hetes házat érinti, a hetes ház viszont a partnerek, a partnerség ide tartozik, ha az oroszlánokról beszélünk. Úgyhogy ilyen félreértések lehetnek, óvatosabban kerüljük ezeket a vitákat, nagy vitaveszekedés is lehet. Na de, nézzük, hetes! Hetes ház, az előbb mondtam, és megkaptuk a hetest, és ráadásul érmékpénz. A Vénusz pénz, a Plutó viszont nagy pénz. Tessék, amiért dolgoztuk, megkapjuk a pénzt, nem hiába dolgoztunk, a befektetés kártyája is. Úgyhogy legyünk türelmesek, a pénzt meg fogjuk kapni. Ez egy jó jel, ez egy nagyon-nagyon jó jel, hogy nem hiába dolgoztunk valamin, ami nekünk értékes, mert érmék értékeket is mutatnak. És ez bármi lehet, bármi, amin dolgoztunk. A nagy munka után érdemes lesz szabadságra menni és pihenni. 4-es. És ez levegő energia. Lehet látni a kártyán is, hogy pihen. Hozom közelebb a kártyát. Jól érzi magát. Ő pihen a fa alatt. Hát ezt kell tenni. Nyáron sokat dolgoztunk. Ez a kártya azt üzeni nekünk, ez a hetes, hogy sokat dolgoztunk. De most érdemes egy picikét várakozni, és kaptunk egy megerősítést. Menjünk pihenni egy picikét, regenerálódni, kikapcsolódni. Menjünk szabadságra. Vagy aludjunk egy jót. Érdemes egy picikét megállni. Megyünk tovább. A napocskánk, mielőtt belép az egyes házba, 12-es házban van.
A 12-es ház viszont hát le tudja meríteni picit az ember energiáját ilyenkor. Ilyenkor érezhetjük azt, hogy elfáradtunk, hogy nincs erőnk tovább menni, tovább harcolni. Kell az a kis megállás, de ahogy a napocskánk belép az 1-es házba, az július 22-e lesz, akkor újra feltöltődünk friss energiával, úgyhogy pihenjünk, regenerálódjunk, kímélni kell a testünket. És megint pénzes kártya. Pénz és megint pénz. Ez viszont királynő, ez viszont nagyon erős kártya. Tehát nem hiába dolgoztunk, itt a megerősítést, megkapjuk a pénzünket, megkapjuk azt a jutalmat, ami nekünk jár, amit megérdemel az oroszlán, meg fogja kapni. Ez viszont jó pénz már. Jó pénz, jó érték, valamilyen értékes dolgot kapunk. Nos, hát igen, 8-as ház, Neptunusz, még akár ha hitel is kell, ezt meg fogjuk kapni. De pénz lesz. Egyébként ez a királynő lehet valaki, aki bika, szűz vagy bak. Fontos szerepet játszhat az életünkben. Lehet az aszcendensünk vagy a hold jegyünk. Bika, szűz vagy bak. Itt új hold lesz, új hold a rákban, és az új hold is 12-es házat érinti, ha az oroszlánokról beszélünk. Tehát a 12-es ház. Tényleg érdemes pihenni egy kicsikét, megállni. De az új holdról külön videó lesz. Megyünk tovább. Július közepe. 15-e nagyon tetszik nekem, 14-től 18-ig. Ott Mars, Uránusz segíteni fognak nekünk, de még mennyire, főleg 15-én lesz ez a csúcspont. Uránusz az valamilyen váratlan dolog, valamilyen tényleg nagyon szuper bekopok az életünkben, valamilyen lehetőség, de ez tényleg akár egy grandiózus esemény lehet, ami kivisz minket egy új szintre, egy magasabb szintre. Mert az Uránusz váratlan dolog, tehát nagyon jó kis energiákat kapunk itt. Nos, hát, és ráadásul a tízes házat érinti. Ez a fantasztikus dolog. Tízes ház a legmagasabb. A legmagasabb ház a státusz, a karrier, a célok ide tartoznak. Úgyhogy várjuk a meglepetéseket. Itt van nekünk ez a királynő. Nagyon kellemes kártya. A második királynő, ez jó jel. Tehát lesz itt királyság. Ez a királynő viszont rák, halak vagy skorpió lehet. Rák, halak vagy skorpió. Lehet egy családtag, de lehet akár orvos, pszichológus. Lehet az unokánknak az óvónénie ő, mert ő gondoskodik, ez a királynő gondoskodik maga, a gondoskodás. Kártya, pakli, alja, tízes kelyhek, ott a szivárvány. Ez a szivárvány mindig egy pozitív jel, hogy valamilyen fantasztikus dolog be fog toppani az életünkbe. De boldogság, itt van boldogság és ajándék. Az egész család örülni fog, a család kártyája is ráadásul. Utazás a vízhez például együtt. A gyermek születése. Megyünk tovább. Apród, gyermek születése, és a gyermekek kártyáját kihúztuk. Az apródok gyermekeket mutatnak nekünk. Hát tényleg gyermek születése, vagy több időt fogunk tölteni az unokánkkal, a gyerekekkel. De ez mind pozitív érméket kaptunk, tehát értéket, valami, ami nekünk értékes. Pénzköltés a gyermekeinkre, ez is benne van. Valamibe belevághatunk, ami ki fogja nőni magát, a bazsarózsa, de imádom. Nagyon szeretem a bazsarózsát.
Tehát itt lehet látni, hogy el van ültetve, és locsolja ez a kislány ezt a virágot, és a virág növekszik, szépül. Ez lehet bármi, ami olyan lesz nekünk, mint a gyermekünk, és azt gondozni fogjuk, ápolni fogjuk, és azt növekedni fog. Ez lehet a vállalkozásunk, ez lehet egy hobbi is. De lehet a pénzünk fog növekedni például. De pozitív, pozitív kártya. Ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy érdemes megtenni azt a bizonyos első lépést, ha már valamit kitaláltunk. Ha valamit elterveztünk. Na nézzük. És megint pénz. Stabil anyagi helyzet. Van pénz, van stabilitás. Vigyázzunk is a pénzünkre. Igen, vigyázzunk a pénzünkre. Másodikán, harmadikán, 11-12-13-án a pénzre érdemes vigyázni, mert Plutó az nagy pénz ezeken a napokon. Ez plusz információ. Na de megyünk tovább. Van még egy fantasztikus napunk. Az oroszlánoknak duplán fantasztikus. Ez a 22-e, a napocska belép az oroszlánba, elindulnak a születésnapok. És Mars-Plutó, ez az együttállás, ez fantasztikus lesz. Valamilyen zseniális dolgot kaphatunk. A Plutó ugye a hetes házat érinti, a partnerséget érinti, a partnereket, tehát a többieket, vagyok én és a többiek. Én egyes ház és a többiek. A napocska az egyes házban ráadásul, a napocska is segít itt. 11-es ház, viszont Mars 11-es ház, az eredmények háza. Az álmaink teljesülhetnek, az internet ide tartozik, a csoportok, a barátok. Lehet egy barátságból szerelem, ez is benne van a pakliban. De valamilyen nagyon-nagyon jó dolgot fogunk kapni ezektől a bolygóktól. Na de nézzük a kártyákat. Tehát július vége, megnézzük. Egymásra húzódhatnak a kártyák, a kirakás természetesen. Kettes. És ez kardok. Kettes a választás. Kardok, az ész, a logika. Józanul kell lesz dönteni. Okosan kell lesz választani. Ne kapkodjuk el. És megint kardok, viszont ez négyes, ugyanilyen négyes. Másodszor jön ki nekünk, ez egy figyelmeztetés. Itt lehet látni ezen a kártyán, hogy kapkodásról nem is lehet beszélni. Szó sincs kapkodásról, itt pihenésről van szó, itt megállásról van szó. Tehát álljunk meg egy bizonyos pillanatra. Aludjunk rá egyet, mielőtt meghozzuk azt a fontos döntést. Ne kapkodjuk el a dolgokat. Nézzünk még egyet. És itt is érdemes pihenni, szabadságra menni. Hát mikor, ha nem most? Nyár van. Így van. A nyugalom kártyáját kihúztuk megint, tehát ez itt már a harmadik nyugalom, és ugye ez is a türelem kártyája, tehát négy darab ilyen kártyát kaptunk, de ez most itt megkoronázza nekünk ezt az egész kirakást, mert ez a mértékletesség, ez az a kártya, amikor tényleg hátra lehet dőlni, megnyugodni, regenerálódni, pihenni, kikapcsolódni, kinek mire van szüksége, mert minden rendben lesz. Minden csodálatos lesz. Hát persze, legyen csodálatos, amikor már születésnap van. Legyen minden csodálatos. Védőkártya, jókor, jó helyen leszünk. Plusz információ valakinek, a mértékletesség üzeni nekünk, hogy érdemes mértéket tartani. Evés, munka és pihenés között érdemes.
Egyébként kettő kártya, ugye, ez a kettő darab négyes. Négyes-négyes kardok-kardok szintén. Üzenik nekünk, hogy tényleg érdemes pihenni, időben leállni, mert ha nem állunk le időben, akkor bizony, hogy az univerzum megállít minket. És ez tényleg így van, amikor ezek a kártyák kijönnek, hogy dolgozunk, dolgozunk, nem állunk meg, jön egy ilyen kártya, továbbra dolgozunk, nem figyelünk ezekre a kártyákra, és az univerzum megállít minket. Hogy? Ad egy kis betegséget. Négy napig, négyes, négy napig ágyhoz köt minket. Négy nap, nyolc nap, négy meg négy, a minimum négy nap. Úgyhogy ne várjuk meg. Ne várjuk meg azt, hogy az univerzum megállítson minket. Érdemes megállni, és pihenni, és regenerálni, és egy jót aludni. Na de megyünk tovább, még egy picikét kíváncsiskodunk. Na mi van itt? Az uralkodónő, a bőség kártyája, jaj de jó. Az uralkodónő, a komfort kártyája, a bőség kártyája, a Vénusz kártyája. Ráadásul a Vénusz 11-én belép az oroszlánba, és ott az oroszlán ragyogni fog, megszépül, mert a Vénusz maga a szépség, szebbek lesznek az oroszlán, vonzóbbak lesznek. Igen, igen, pénzesebbek lesznek, a Vénusz maga a pénz. Úgyhogy a Vénusz kártyája már megjelent itt, már megjelent, hogy jön valamilyen ajándék. Valamivel meg fog minket itt ajándékozni. Megyünk tovább. Húzunk még innen, és itt van egy oroszlán. Na nézzük, nézzük, nézzük. Na mi van itt? Kilences kelyhek, teljesülnek az álmok. Legalább egy álom teljesül, egy vágy. Kilences kelyhek, habzsoljuk az életet, víz, energiát kaptunk. Lehet, hogy valaki tényleg a vízparton lesz, lehet egész júliusban. A tengerparton lesz. Itt a tízes kelyhek, itt a tízes kelyhek, itt a királynő, itt a tízes kelyhek, és itt a kilences. Tessék! Elértük a célunkat, és most élvezzük, habzsoljuk az életet. Ajándékokat is mutat ez a kártya. Hát mikor, hanem most, amikor már kezdődnek a születésnapok. Megyünk tovább. Itt is húzunk egyet. Itt is húzunk egy kártyát. A nap egyébként az oroszlánok felett uralkodik. Az oroszlánoknak az égi test a nap. És most itt az oroszlánban ez kvázi a napocska hazatért. Július 22-én. Király, ott volt a királynő, és itt a király. Királyság van, meg van koronázva, a kirakás még egyszer. Rák, halak vagy skorpió lehet, mint a királynő, mint a király. Lehet ez egy pár, lehet ez egy házas pár, aki segíteni fognak nekünk. Fontos szerepet fognak játszani az életünkben. Támogatni fognak minket. De ez a király nagyon elégedett az életével. Ez a király, ez maga a nyugalom, ez maga a komfort, ez maga a pihenés, ez maga a művészet, víz, energia, Neptunusz. Itt a Neptunusz. A boldogság. Van itt boldogság, boldogság ajándék. És itt a galamb, a béke galamb is. Itt van. Itt van. Ez egy plusz információ valakinek, ez egy plusz jel, hogy meg fogja találni a békét. Egyébként a mértékletesség is ezt üzeni nekünk.
a béke, a nyugalom, a harmónia, az egyszerűen beköltözik az oroszlán életébe. És ezt is szokta tanácsolni ez a kártya, hogy erre kell törekedni, a békére, a harmóniára. Megyünk tovább. Nos, mi van itt? Mutatom ezt az orákulumot, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szép, ó, micsoda kártyát kaptunk. Ó, micsoda kártya. Tehát ez maga a bőség. És van itt bőség, itt van. Itt a Vénusz kártyája, az uralkodónő, a bőség. Úgyhogy lesz itt bőség bőven. Ez csodálatos. A felvilágosodás, a lelki növekedés folytatása. Tudni fogjuk, hogy mit akarunk elérni, és az univerzum fog ebben minket támogatni, segíteni. Jó egészség, tehát az uralkodó nő is mutat jó egészséget egyébként. És ez a bőség kártyája is. Tehát ugyanazok az energiák. Jó egészség, és pénz, és komfort. Hinni kell a csodákban, ezt üzeni ez a kártya. Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!